Tehát ez a mezőhegyesi állomásnak a másolata. És a Muskátli meg kötelező volt. Így nézett ki a mező, és hányas években nézett így ki? A mezőhegyesi. 1920-as? Értem, ez a mezőhegyesi állomásnak. És ez igazi kőből épült ez? Rendes kő, tehát ez nem úgy, mint a statisztáknál, hogy... És ez a motorvonat, ilyenek már nem járnak Magyarországon, ugye ezek a motorvonatok. Hát ebből jár 353-as, 390-es, a 468-as, 370-es. Egy 5-6 darab jár, ami közforgalomban részt vehet. Igen. A tehervágány gépkocsiként, azonban van a villamosonnal felügyelességnek, pályafenntartásnak. Értem. Mikor én kicsi voltam, hát most már 70 éve, 71 éves elmúltam, ilyen vésztőn a nagypapám az vasutas volt, és mindig kimente a vasútállomás mellé, és ilyen motorvonat közlekedett, ilyen motorvonat. Ez egy speciál vésztőről került. Vésztőről tényleg? Azért mondom, ilyen igen, motorvonat járt. Vésztő is Sarkad, vagy Kötegyán, vagy nem is tudom, vésztőt, hogy ment. Igen, igen, igen. Úgy így ment vésztő. Magyarországon a mellékvonalakon ezek látták el a személyszállítást. Értem. Akkor Európának ez volt a csodája, 20-as években. Jó, értem. Így gyártották ezeket. Annyira volt erre szükség, mert a gőzondatás az nagyon drága volt. De viszont el kellett volna gyorsítani a személyszállítást, mert eddig vegyes vonatokkal közlekedtek a utasok, tehát egy tehervonathoz hozzákapcsolták, ha megérkezett egy állomáshoz, lekapcsolták, tolattak. Nagyon lassú volt. A kormány megkívánta a nagyobb sebességet, és próbálkoztak gőzmotort